Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Nagyon kedves visszatérő vendégünk van Gál Fidalma személyében, aki most már a 100-on belül van a világranglistán a tenisz sportágban, és Vaskó Balázs van itt velünk, aki az ő erőnléti edzője. Majd beszélünk arról, hogy mi mindenben tudtál segíteni Dalmának, hiszen nagyon-nagyon jó formában játszik az utóbbi időben, de először is Billie Jean King kupa. Hogy éreztétek magatokat a pályán, illetve a pályán kívül? Szerintem idén egy nagyon-nagyon jó csapat állt össze az én Billie Jean King pályafutásom során. Ugye az elmúlt 6 évben játszottam minden egyes alkalommal. Talán ez volt a legösszetettebb és legjobb hangulatú Billie Jean King Cup. Nagyon jó volt a hangulat a csapatban is, tényleg segítettük egymást folyamatosan, és hát nem mellesleg 3 top 100-as játékos volt idén a csapatban, ami nem fordult elő mostanában, szerintem nagyon régóta, és nyilván ez is nagyon segítette az egész team hangulatát. Mikor a verseny előtt beszélgettünk Babos Csabával, akkor azt mondta, hogy ő azt a célt tűzte ki, hogy elsők legyetek a csoportban, de azért persze lehetnek problémák mondjuk a szerbekkel. Nem fordult elő semmilyen probléma, sőt az utolsó mérkőzést már tét nélkül is sikerült megnyerni. Te hogy érzed, hogy mi volt a legfontosabb dolog, ami abban segített benneteket, hogy a csoport élére kerüljetek? A legfontosabb dolog szerintem az első meccs megnyerése volt a törökök ellen, hiszen ott tényleg orkánszerű szélben kellett játszani, és nagyon kiegyenlítődtek a dolgok az ellenféllel, annak ellenére, hogy papírformán mi voltunk az esélyesebbek. És ott tényleg nagyon nagyot kellett küzdeni, hogy azt a fordulót meg tudjuk nyerni. Ott egy döntőszett párossal tudtuk megnyerni azt a meccset, és tényleg végig kellett küzdeni az ellenféllel, magunkkal, a körülményekkel, úgyhogy szerintem az megadta a lendületet, hogy ezt tovább tudjuk vinni. Ha már a küzdelemről beszéltél, Dalma az a játékos, aki egészen kicsikora óta ide jár hozzánk, mert egyrészt elképesztően jól játszott már akkor is, másrészt pedig nagyon kedves, és mindig visszajön akkor is, amikor már a komoly felnőtt sikereket éri el. De nagyon nehéz egy ilyen fiatal játékossal, aki nagyon komoly sikereket ért el az utánpótlás korában, aztán ott van a felnőtté válás határán, aztán egy kicsit átbilden, aztán még egy kicsit vissza, akár hogyha a fizikai részéről beszélünk ennek a történetnek, akár hogyha a mentálisról. Tehát ilyenkor nektek óriási a felelősségetek. Ez így van, Dalmánál ez különösen fontos egyébként. Én azt gondolom, hogy az ő tenisze predesztinálja őt elég magasra még, viszont az a kihívás, hogy őt minél többet tudjuk pályán tartani, tehát hogy fizikálisan bírja a terhelést, hogy kerüljék előtt a sérülések, és hogyha ez megtörténik, akkor ez olyan önbizalmat adhat neki, ami mentálisan segíti őt ahhoz, hogy ki tudja magából hozni a legjobbat. És ezen fáradozunk tulajdonképpen, én is ezt a célt tűzöm ki magamnak. Ahogy telt múlt az idő, és egyre többen lettek körülötted a csapatban, mert hogy egyre több emberre volt szükség, ahogy a gyerekkorból kinőttél, mennyire volt ez nagy segítség, hogy sokan a szakértelmükkel ott vannak körülötted? Nyilván minden egyes ember a csapatomban azon van, hogy minél tovább vigyen ezen az úton, amit ugye járok, de nem volt egyszerű megtalálni azokat az embereket, akik tényleg szívvel, lélekkel és mindent beleadva azért dolgoznak, hogy én sikeres legyek. Most összeállt körülöttem végre egy ilyen csapat, akiknek tényleg nagyon sokat köszönhetek az elmúlt időszakban. Még van előttünk egy hosszú út, de szerintem jó úton járunk mindannyian. Most a 91. helyen állsz, és azt mondják a szakemberek, hogy azért 50-en bőven belül kerülhetsz. Mi kell ahhoz a te területeden, az erőnléti edzés területén, hogy ez megvalósulhasson? Én azt gondolom egyszerű a válasz, hogy minél több mérkőzést tudjon játszani, minél több időt tudjon pályán tölteni. Tehát bírja napról napra a terhelést, és kerüljék el a sérülések, és hogyha ez megvalósul, akkor lépünk előre folyamatosan. És mennyire nehéz ez egy félig még gyerek, ugyanakkor már egy majdnem kész játékossal, és itt most mondom, a fizikumra is gondolok, aminél azért óvatosnak kell lenni, mert kap ő elég terhelést egy csomó minden más területen, ugyanakkor viszont előre kell lépni gyorsaságban, erőben, dinamikában, stb. Azért ez mindig egy ilyen nagyon komoly mérlegelés. Hát maga a tenisz jelent óriási kihívást. Ugye a tenisz önmagában egy olyan sportág, hogy egész évben versenyzünk, egész évben versenyszezon van, a decemberi hónapot kivéve, ami
ami a felkészüléssel telik. Így nagyon nehéz tervezni, illetve úgy tervezünk, hogy ez a tervez folyamatosan rugalmas, tehát ahhoz, hogy elindul egy versenyen és azt végigjátsz, akkor lehet, hogy a következő versenyt hagyjuk ki, mert akkor el kell tölteni egy kis időt regenerációval, ha viszont azon a versenyen korán befejezi, akkor van egy pár napunk újra, egy kicsit töltekezni, egy kicsit dolgozni, egy picit. Nem vagy ott akkor állandó telefonos kapcsolat. Így van, programokat küldünk, és folyamatosan igyekszünk kapcsolatban lenni, tehát egy óriási rugalmasságot igényel ez tőlem is, Dalmától is, illetve a vele utazó edzőtől, illetve egy folyamatos kommunikációt, éppen ezért fontos, amit most Dalma elmondott, hogy egy jó csapat veszi most körül a stábon belül is, nagyon jó, szinte baráti viszonyt ápolunk egymással, és ez a kommunikáció ez nagyon jól tud működni. Én azt gondoltam, amikor úgy egy kicsit megnéztem, hogy hogy állsz, hogy milyen tornák vannak előtted, hogy ezek a múltban hogy sikerültek, hogy most egy olyan időszak előtt állsz, amikor gyakorlatilag, hogyha optimálisan alakulnak a dolgok, akkor mész fölfelé, mint a rakéta. És szerintem ez egy elképesztő nagy erőt tud adni, amikor látod magad előtt a lehetőséget, amikor még föl se léptél a pályára, de már tudod, hogy miért dolgoztál, mert hogy tudod, hogy hol van az út az előrelépéshez. Igen, igen, most ez is sokat változott bennem, hogy még motiváltabb lettem attól, hogy nagyobb versenyeket játszok, erősebb ellenfelek ellen játszom, és nyilván nem utolsó sorban ugye a sérülésemet is tudjuk szinten tartani, ami nagyon jó, illetve tényleg az erőléti edzéseinket is úgy alakítjuk, hogy bírjam a sorozat terhelést, hogy minél több meccset tudjak játszani egymás után, és tudjak regenerálódni ezek után, a nehezebb meccsek után is. Nála mi a titok, hogy el lehessen találni a terhelést, hogy ne legyen annyira fáradt, hogy már ne legyen friss, hogy azért meglegyen benne a munka, hogy azért ne menjen el ez a technika rovására? Hogy van ez? Nehéz kérdés, titok, úgyhogy nem árulom el. Hát akkor ezt, most már igazán érdekel. Nem, ezt mindig a helyzet határozza meg, és nem is igazán tudok mondani konkrét választ, csodák nincsenek. Én a munkában hiszek, illetve abban, hogy ha túl nagyobb terhelést kapott, akkor hagyni kell időt a regenerációra is, illetve a megfelelő módon kell ezt a általában rövid időt regenerációval tölteni. Illetve azért Balázsnak sincs könnyű dolga, mert van 3 top 100-as játékosa jelenleg, és mindegyikünk... Soha rosszabb dolgod ne legyen. Mindegyikünknek teljesen más az erőnléti összeállítása, másképp regenerálódunk. Nem egyszerű, hogy tényleg mindenkinek mindig jó legyen. De hogy érzed ezen a területen, tehát az erőnlét területén, de akár mondjuk a játékodban is, hogy változtál, ahogy az utánpótlás sikereid után ott jöttek azok a kis döccenők, a kis megállások, és aztán utána újraindult a szekér? Szerintem az elmúlt 2 évben, mióta elkezdtünk Balázsral együtt dolgozni, azt kell, hogy mondjam, hogy onnantól kezdtem el úgy igazán elindulni felfelé, úgyhogy biztos van benne. És mi az, amiben ezt érzed? Tehát mik azok a konkrét dolgok, amire azt tudod mondani, hogy ez és ez más lett? Talán sokkal kiegyensúlyozottabb vagyok a pályán, nem csak lelkileg és mentálisan, hanem fizikálisan is, nem nincsenek olyan hullámvölgyek a meccs közben, hogy tényleg van olyan, hogy kiköpöm a tüdőmet egy pont után, de utána ugyanúgy vissza tudok állni, és visszaáll a pulzusom, és nyilván az, hogy visszaáll a pulzusom, az mentálisan is, meg a fókuszt is sokat segíti. Igen. És azért a 2 év az nagyon kevés idő egy ilyen fiatal sportolónak az életében, tehát azért ezt nagyon, nagyon komoly magasságokba lehet még húzni az idő ebben során. Ebben bízunk, igen, és ezen dolgozunk. Mi az, ami ennek az évnek számodra a legizgalmasabb pontja lehet, vagy időszaka lehet? Most egyelőre azt mondom, hogy a Roland Garros főtáblája, hiszen most fogok először alanyi jogon főtáblán indulni, de nyilván az a cél, hogy ez mostantól automatikusan így legyen a jövőben, hogy minden egyes Grand Slam-en főtábláról tudjak indulni. Ezért dolgozunk, és hát reméljük ez így is lesz. Azt mondta az imént a Dalma, hogy most még motiváltabb, mint volt. Engem Somlói Galuskával lehetett legjobban motiválni edzésen. Neki mi az, ami a trükk? Én szerintem megint csak azt mondom, hogy nincs trükk. Megérkezett oda, ami a gyerekkora óta a célja volt, itt van a top 100-ban, és mire nem úgy tekintünk, hogy megérkeztünk, hanem hogy ez egy új kezdet, és itt indul el az élet, amire eddig dolgozott, és igyekszünk még magasabb, még többet dolgozni,
még jobban csinálni azt, amit csinálunk, és engem is ő ezzel motivál. Hogy... Jó, a hátad mögött megdumáljuk ezt, hogy érzem. Tehát, Somlói Garuska vagy bármi más, mi az, amire azt mondod, hogy oké, ezt most nagyon meg fogom csinálni, de akkor kérek szépen egy nem tudom micsodát. Szuflét. Ja, hát én az online shoppinggal vagyok így sajnos. Úgyhogy néha meg szoktam jutalmazni magamat, amikor valami nagyobb eredményt elérek, és ez úgy olyan, utána ránézek, és akkor az úgy jó érzés. Na, akkor nem is kívánok nektek más, csak hogy Dalma nagyon sokszor vásároljon online, jó? És akkor minden a legnagyobb rendben lesz. Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk. Köszönjük szépen. A kedves nézőknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, viszontlátásra.